Közös szalagátvágása most átadott szabadidőközpont fogadó épülete előtt. A sötétföldi fejlesztésnek ez a leglátványosabb eleme. Rendezvényterem, büfé, hallőr és erdészeti irodák, valamint nyilvános vízes blokkok is helyet kaptak itt. Az épület mellett pedig hatalmas játszóteret és családi piknikező helyet alakítottak ki a szakemberek, valamint felújították a tó fahídjait is. A Gemen ZRT-nek, mint állami erdőgazdálkodónak, erdőgazdaságnak kiemelt feladata és kiemelt célkitűzése, hogy a közjót szolgálja azáltal is, hogy az erdőben való kikapcsolódást, pihenést, turisztikai célú tartózkodást tudja fejleszteni, minél tartamosabbá tudja tenni. A szabadidőpark átadásán Horváth Kálmán Tolna megye kormány megbízottja arról beszélt, hogy a sötétvölgyi fejlesztés példaértékű a tekintetben, hogy a túrázni vágyok mellett az aktív pihenést vagy éppen a sportolást választók igényeinek is megfelel. Lehetőséget biztosít arra, hogy a fiatalokat, idősebbeket a természet tiszteletére, természet szeretetére nevelje, ugyanakkor pedig lehetőséget nyújt arra is, hogy kulturáltan ki lehessen itt kapcsolódni, tehát pihenjen, rekreációs tevékenységet folytasson, horgásszon. Ács Rezső, Szekszárd polgármestere pedig arról beszélt, hogy a Tolnai megyeszékhely önkormányzata és a Gemen ZRT között az elmúlt években kiváló együttműködés alakult ki. Az elmúlt 3 évben 2 olyan közös projektet adtunk át, a Kesésben egy vasútállomást, illetve a Bati kereszti kilátót, amely már azt a célt szolgálja, hogy az ide látogatók, illetve a szekszárdiak számára vonzóvá tegyük a környezetünket, illetve megmutassak azt, hogy milyen értékek vesznek körül bennünket. Zambó Péter az Agrárminisztérium földügyekért felelős államtitkára emlékeztetett, hogy a hazai erdők a leglátogatottabb turisztikai célpontok közé tartoznak, éppen ezért támogatott a kormány az elmúlt években számos az erdészetek területén megvalósult turisztikai fejlesztést. 2010 óta az állami erdőgazdaságok több 10 milliárd forintos nagyságrendben hajtottak végre közjóléti fejlesztéseket. Csak a legnagyobb fejlesztéseket említve 44 darab kilátó, 13 darab erdei iskola, közel 150 darab egyéb létesítmény felújítását végezték el. A sötétvölgyi szabadidőpark fejlesztése 130 millió forintba került, amiből a Gemen ZRT 30 millió forintos önrésze mellett az Agrárminisztérium 100 millió forintot vállalt.